Donát Atya vagyok, és 10. éve folyamatosan én vagyok a kórház lelkésze. Egy pár éve ezelőtt még hivatalosan is kineveztek erre a feladatra, és minden szerdán az délután erre szállom, hogy bejövök, hospice osztály, utána itt 3-3-tól várom, aki Szent Jónás szeretne végezni, 3 órától szentmise, és utána folytatom a betegellátást igény szerint. Ahol 2 vagy 3 összejönnek Krisztus nevében, ő ott van közöttük. Kérjük az Isten áldását erre a kápolnára, és mindazokra, akik ide betegnek. Egy újraindítást terveztünk egy pár héttel ezelőtt. Ennek a eredménye az, hogy a kápolnát felújították, rendbe rakták. Hát az sajnálatos, hogy így most a megbeszélés után még jön egy újabb szigorítás, de ettől függetlenül a kápolnának a újra megáldása így a felújítás után most meg fog történni. Utáljuk ezt a kápolnát, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nagyon nagy segítséget kaptam így a kórház vezetésétől, illetve minden osztály vezetésétől. Ők is igénylik a jelenlétemet, igénylik azt, hogy bármikor bejöhetek, belépőkártyám van. Minden segítséget, támogatást megadnak. Ha betegek szólnak, hogy lelkipásztori ellátást igényelnek, akkor soha senki ezt nem akadályozza, nem hátolja, hanem segíti. Jézus, amikor a beteget gyógyított, akkor azt kérte, hiszed-e, akarsz-e meggyógyulni? És amikor a beteg kijelentette, hogy akarok, hiszem, akkor következett be a gyógyulás. A legelső az a beteg ember számára, hogy van célja a betegségének, szenvedésének, és sokan meg szokták kérdezni, hogy nem nehéz az, hogy esetleg az utolsó útra kísérem sokszor a betegeket. Én inkább azt mondom, hogy a Jóisten felé irányítom ezeket az embereket, főként a hospice osztályon.